Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet vezető kutatója. Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát akkor elemezzük a helyzetet. Először is, ha jól tudom, akkor tegnap a kora esti órákban megjelent egy újabb felmérésetek. Így van pontosan. Ez egy pártpreferencia kutatás, ami azt mutatja, hogy a melyik párt milyen eredményt érne el egy hipotetikusan most vasárnap tartandó választáson, ami nem is annyira hipotetikus, mert egy jövő vasárnap választások. De hogy azt látjuk, hogy 49 az aktív választók körében, tehát nem a teljes népességet vizsgáltuk, hanem azokat, akik biztosra ígérték részvételiket a választáson, közülük 49%, tehát majdnem a népesség fele a Fidesz-KDNP-re szavazna, illetve 41%-ot érne el az ellenzéki lista. Egy abból a szempontból új dolog van a kutatásban, hogy megvizsgáltuk azt is, hogy a szavazótáboroknak hány százaléka tekinthető kicsit bizonytalannak a saját döntésében. Ez a Fidesz esetében 4%, és ami igazán megdöbbentő, még számomra is, hogy az ellenzék esetében pedig az 40% felett van. Tehát a baloldali választók 40%-a azt mondja, hogy ő ugyan nem kedveli a kormányt, ő ugyan az ellenzékre szavazna, vagy akar szavazni, vagy szeretne szavazni, de hogy Márki-Zay Pétert ő annyira nem. Tehát bizonytalan a miniszterelnök jelölt személyében, bár a politikai oldalként egyértelműen ellenzékiként határozza meg magát. Na de a társasjáték szabálya szerint most már leváltani őt nem lehet, vagy más delegálni? A választásokig nem. Hogy a választások után mi történik adott esetben egy Márki-Zay Péter nevű miniszterelnökkel, az nem a saját kezében van. Ezt azért a parlamenti matematika szabályaiból elég jól ki tudjuk találni. És ami még egy érdekes dolog a felmérés kapcsán, hogy a tőlünk keletre lévő orosz-ukrán konfliktus az gyakorlatilag nem azt mondom, hogy teljesen ellehetetlenítette, de hogy nagyon-nagyon leszorította a kispártoknak az esélyeit a parlamentbe jutásról, vagy jutáshoz. Ugye a Magyar Kétfarkú Kutyapárt az gyakorlatilag teljesen eltűnt a közéletből. Tehát telefonon sem lehet elérni őket, mi egyfolytában hívjuk őket, és itt kétfarkúak tessék figyelni. Várjuk önöket, hogy elérhetők legyenek, hogy meghívjuk egy rövid beszélgetést. Abban a választókerületben, ahol én lakom, tegnap láttam először MKKP plakátot. Pedig jövő héten választás. Ugye a Mi Hazánk esetében meg közre játszik az is, hogy ők a Covid-dal, a koronavírussal kampányoltak, és a háború az gyakorlatilag lemosta ezt a témát, illetve a korlátozások eltörlésével azért nagyon nehéz azzal kampányolni, hogy elég a Covid diktatúrában. Férfias kell, hogy legyek, és őszinte őértük nem fáj a szívem, de hát ők nem ismerőseim, és nem barátaim, és nem vendégeim, mert akit meghívok, azt nem szúrok hátba, tehát akit esetleg hátba szúrnék, azt nem hívom meg. Nagyon logikus. Krisztián, te azon elemzők közé tartozol, akitől megmerem kérdezni, hogy nem veszélyes-e ilyenkor, ugyan persze ez konkurencia harc, egy héttel a választások előtt eredményeket feltehetően megalapozott eredményeket közölni, felméréseket közölni, ettől nem dőlnek-e hátra, és utána nyerő pozíciót elveszítik? Önmagában közvéleménykutatást közzétenni, az szerintem szakmailag nem veszélyes. Azt is megmondom, hogy miért nem. Azért, mert a közvéleménykutatás az alapvetően nem a választások eredményét hivatott megmutatni, hanem azt, hogy az embereket. Jelen pillanatban mit látunk közhangulatnak. Pillanatfelvétel. Ez egy pillanatfelvétel gyakorlatilag. Az egy másik kérdés, és a kérdés második részével abszolút egyetértek, hogy a kormánypártok legnagyobb ellensége ezen a választáson nem az ellenzék, mert azért Márki-Zay Péternek a csetlését, botlását, meg az ellenzéken belüli belharcokat azt látjuk, és azért igazán kérdés, senki nem számít arra. Kérdés, hogy fognak-e a szavazófülkébe a polgárok, amikor a három nevű hülyességeire gondolnak, hogy akarunk ilyet, vagy nem akarunk? Erre szerintem emlékezni fognak, főleg emlékeztetni fogja őket a háború, ami a szomszédunkban van, de hogy a legnagyobb ellenfele vagy ellensége szerintem a Fidesz-KDNP-nek jelenleg, az pont az elkényelmesedés. Tehát mi van akkor, hogyha a Fidesz-KDNP szavazók azt látják, hogy akkor én hátradőlhetek. Az én szavazatom nem kell. Ez nélkülem is megvan. De szerintem ez ellen kell fellépni, bocsánat, csak egy gondolat, ez ellen kell fellépni a Fidesz-KDNP-nek, hogyha valóban meg akarja nyerni ezt a választást. Mozgósítania kell.
Na de nekem úgy tűnik, mintha a pártok lelassultak volna, tehát én nem azt akarom, hogy övön aluli harcok legyenek, de nem látom, hogy kellőképpen pörögne. Mindenki ugyan mindenki elérhetetlen, mindenki vidéken van, mindenki választói értekezleteket tart, de szerintem azt sem tudják kellőképpen értékelni, hogy mennyire fontos egy televízióban vagy egy rádióban való szereplés. A mindenki vidéken van, azt én megint csak a parlamenti matematikával magyaráznám, tehát a 106 egyéni választókerületből 18 van Budapesten, a többi pedig máshol. És nyilván mindenki igyekszik a saját választókerületében, már aki egyéni képviselő, igyekszik a saját választókerületében jelen lenni, láttatni magát, hogy ő már pedig ott van, ő már pedig kampányol. Aki pedig mondjuk nem egyéni képviselőjelölt, hanem országos Isten. Politikus, mind kormánypárti, mind ellenzéki oldalról, azért igyekszik minél több egyéni választókerületbe eljutni, fényképezkedni a helyi jelölttel, kezet fogni, vállat veregetni, mi egyéb, hogy látszódjon az, hogy nekik fontos minden egyes választókerület Csalgó-Tarjántól Sopronig. Mert hogy a magyar parlamenti, illetve a magyar választási rendszernek a sajátossága miatt a nagy dolgok azok nem a listán fognak eldőlni, hanem az egyéni választókerületben. Nagyon egyszerű példát mondok, ha valaki egy szavazattal megnyer egy választókerületet, és mondjuk van 5 ilyen választókerület, az 5 országgyűlési képviselő, amit 5 ember dönt, 5 választópolgár döntött el. Ilyenek az egyéni választókerületeknek a logikái. Ha nem lesz 2/3 a kormánynak, akkor ezzel nem is tud változtatni. Meg egyáltalán kérdés, hogy akar-e? Én szerintem nem is akar, de valóban, hogyha nem lesz 2/3, akkor nem tud. A nagyon érdekes kérdés lesz a következő ciklusban, ha és amennyiben nyernek a kormánypártok, akkor 2/3 nélkül, a 2/3 igénylő döntések meghozatal a 2/3 nélkül. A bíróknak a mandátumai fognak lejárni a következő mandátumban, nem egy és nem kettő, akinek a pótlásához 2/3 kell. És akkor mi van? Hát akkor visszatérnek a klasszikus parlamenti matematika szabályai, hogy le kell ülni és egyezkedni kell. Tehát akkor koalíciókat kell kötni? Ad-hoc alkalmi koalíciókat, egy-egy ellenzéki párt nyilván lesz, aki meggyőzhető bizonyos személyekről, hogy ő jó lenne alkotmánybírónak vagy legfelsőbb bírónak. Jelzem, egyébként az ellenzék ebben a helyzetben nagyon nehéz helyzetbe kormányozza magát, mert hogyha nincs meg a Fidesz-KDNP-nek a 2/3, és szükség van legalább egy ellenzéki párt szavazatára, mondjuk egy alkotmánybírónak a megválasztásához, és ezt megszavazza mondjuk X ellenzéki párt, akkor utána nagyon nehéz kiállni a választók el, és azt mondani, de hát az alkotmánybíróság kiüresedett, de hát az alkotmánybíróság csak a, nem tudom, az Orbán rendszernek az eszköze, de hát megszavaztátok az alkotmánybírót. Világos, hát ez nem egy egyszerű dolog, de én ennek ellenére ez egy nagyon demokratikus dolognak tartom a választásokat. Kérdés az, hogy mindenki tudja azt, hogy ez nem csak joga, hanem kötelessége is. Én nem tudok szabadulni ettől az ötlettől, mert hogyha nem ért egyet valamivel, akkor menjen és rajzoljon egy elefántot oda. És akkor, de az, hogy igenis elment és részt vett benne. A gondolat egyébként nagyon szép és nagyon jó, hogy ez kötelesség az embereknek, és ezt én is így gondolom. Tehát, hogy mindenkinek, ha már megadatott neki az a luxus, mert azért a mai világban az egyre inkább luxus, hogy demokráciában él, hogy beleszólhat a népképviselet útján abba, hogy ki irányítja az országot, akkor igenis éljen ezzel. Az más kérdés, hogy nagyon sokan valóban úgy vannak vele, hogy megcsömörlöttek a politikától, undorodnak a politikától, egyszerűen nem érdekli őket a politika. De véleményük akkor is van, és akkor is fognak tejet, cukrot és ecetet venni, és az attól függ, hogy ki fogja vezetni az országot. Én még azt is megkockáztatom, hogy nem biztos, hogy van véleményük. Tehát mármint a politikáról nem biztos, hogy van véleményük. Krisztián, de mi vagy, az, hogy nincsen? Hát a politika az az élet. Vagy olyan szinten van véleményük, mint a politikai kabaré műfaját vívő humoristáknak, hogy mindig azt higgyük, aki éppen hatalmon van. De a szabad újságírás alapja az, hogy mindig az van nagyító alatt, aki hatalmon van. Igen. És ez nem ellenségeskedés, hát kell, hogy legyenek fékek és kontrollok, nem? Azt vélelmezem én is egyébként sokakkal másokkal együtt, hogy talán még a 2002-es második fordulót is meg fogja haladni a részvétel, ami eddig a legnagyobb volt. Tehát, hogy valószínűleg egy rekordnagyságú részvétel lesz, úgyhogy nagyon sok bizonytalan el fog menni szavazni, de nagyon sok olyan ember lesz, aki a történelmi tapasztalatok alapján azt látjuk, hogy távol fog maradni a népszavazástól. De Krisztián, könyörgöm, innét 9 órányi útra egy háború van. Igen. Az, hogy
ez eljönne idáig, hogy ennek mennyire leszünk a kárvalótja, attól is függ, hogy ki hogyan fog szavazni. Ez így van, tehát nyilvánvalóan nem mindegy, hogy ki irányítja tehát az országot. Akkor nem értem azt, hogy teheti meg valaki, hogy nem kell föl és nem megy el igent vagy nemet mondani. Egészen őszintén ez egy nagyon komoly szociológiai tanulmányt megérne, hogy a nem szavazóknak mi játszódik le a fejében akkor, amikor nem mennek el szavazni. Egyáltalán gondolkodnak-e azon, hogy ők elmenjenek szavazni? Egy bomba nem fogja tudni, hogy ő kire szavazott, vagy kire nem, vagy egy eltévedt rakéta. Ez tény és való. Tehát, és hogyha zúgnak a szirénák, akkor az mindenkinek zúg a sziréna. A legtöbben, akik egyébként nem vesznek részt a választáson, ők tényleg, hogyha olvastam erről különböző kutatásokat, ők azt mondják, hogy őket egyszerűen hidegen hagyja a politika, és lehet nekik mondani, hogy ez is a politikától függ, az is a politikától függ, mennyire más a politikát akarnak vinni az egyes politikusok, és mindenre egyszerűen elzárkózva az a válaszok, hogy értem, de engem nem érdekel. Önnekik azt üzenem, hogy a szocializmusban volt WC-papír, de nem olyan volt, mint ami most van, és higgyék el, hogy a mostani sokkal jobb. Ettől is függ, hogy milyen WC-papírunk lesz, és egyáltalán lesz-e, meg hogy élni fogunk, vagy nem fogunk élni. Erdélyi Rezső Krisztiánnak köszönjük a Nézőpont elemzőjének, hogy itt volt, visszavárjuk minél előbb, meg majd visszavárjuk, hogy utána az eredményeket is elemezze velünk. Ezzel a beszélgetéssel a Heti Televízió reggeli politikai magazin műsora véget ér. Fussák át a nap folyamán az ismétlést, vagy aki teheti, az YouTube-on nézze meg. Vendégeink voltak Gyarmat István, Varjú László, Verez Zoltán, Budai Gyula, Krasznai Csaba és Erdélyi Rezső Krisztián. Ragyogó kínálat volt, a paletta minden oldalát el tudjuk dönteni, és szakértő is volt, ugye Erdélyi Rezső Krisztián és Krasznai Csaba is. Elemeztük azt is, hogy mi várható a kibertámadásban, meg mi várható a választásokban. Higgyék el, ez legalább olyan fontos, mint a reggeli kávé és a gyógyszerek. Ennyit a reggeli műsorban, most jön a híradó, az én zsidó szemüvegemen keresztül egy általam vélt objektív híradó. Ha valakinek építő jellegű véleménye van, nosza rajta, ragadjon tasztatúrát, ha van neki, ha nincs, akkor tárcsázom, ja, ma nyomkodni kell, nem körbe tárcsázni, de mielőtt beszél valamiről, nézze meg még egyszer, és ha tényleg építő jellegű, akkor odafigyelünk rá. Akár telefonálhat is, csak könyörgöm, ahogy szoktam mondani, nem éjfél után, mert utána másnap morcos leszek. Holnap szerda van, és M2-de Péter várja önöket. Vele is legyenek kedvesek, legalább úgy, mint velem. És most rajta jön a híradó, és utána a nap folyamán érdekes műsorokkal várjuk önöket. A viszontlátásra. Köszönöm, hogy itt voltál.